Izgatott gyerekekkel és szüleikkel telt meg tegnap délután a Malom központ harmadik emelete. 50 nehéz körülmények között élő gyermek karácsonyi kívánsága vált valóra. Az akciót a Malom központ, a Kecskeméti önkormányzat és a Hírös Cédrus Egyesület közösen szervezte, hogy olyan gyermekek ünnepét tegyék boldogabbá, akiknek egyébként nagy valószínűséggel nem jutna karácsonyi ajándék. Nagyjából 200 jelentkezés futott be december 1-e és 11-e között, ezután pedig sorsolással dőlt el, hogy ki az az 50 gyermek, akik megkapják az általuk választott ajándékot fejenként 10 000 forint értékben. Az ajándékozás 500 000 forintos költségét a Malom központ és az önkormányzat fele-fele arányban állta, míg az ajándékok beszerzését és csomagolását a Hírös Cédrus Egyesület vállalta. A rendezvényen részt vett Engert Jakabné Kecskemét alpolgármestere és Rácz József a Malom központ ügyvezető igazgatója is. Az alpolgármester beszédében áldott karácsonyt kívánt a megjelent családoknak, kifejezte reményét, hogy az itt kapott ajándékok szebbé teszik majd az ünnepüket. Az ünnepség végén a boldog gyerekek megkapták az ajándékokat, arcukon tükröződő öröm alapján joggal lehet reménykedni, hogy valóban sikerült szebbé tenni a karácsonyukat.